Ez a Maja meséi. Általában úgy zajlik a dolog, hogy aki szeretne valakitől bocsánatot kérni, szeretne valakivel kibékülni, legyen az a párja, egy családtagja, egy kollégája, vagy netán a főnöke, akkor azt felhív, és együtt megpróbáljuk rendbe hozni a dolgokat. Attila esetében egyáltalán nem így történt, egy meglepő kérése volt. Ki szeretnék valakit békíteni? Van nekem egy barátnőm, egy 6 hónapja vagyunk együtt, őneki volt egy 8 éves kapcsolata. Nem én miattam ment tönkre, hanem amúgy is úgy kiszerettek egymásból, aztán szakítottak. A leányzó tette az ira a pontot, a fiú az azóta nagyon meg van rá sértődve, és látom, hogy a Nikinek nagyon-nagyon rosszul esik ez, hogy így sikerült elválniuk. Valahogy szeretnénk nekik segíteni, illetve neki segíteni ő. Ti együtt vagytok, minden rendben, dúl a szerelem, de te szeretnéd, hogyha ők kibékülnének, mint barátok, gondolom. Igen, igen. Az igazság, hogy találkoznak, nem az, hogy köpködnek egymásra, de nincsenek jóba. Attila drága, adhatok neked egy tanácsot? Mondjad, ne szóljak bele. Igen. Te azzal foglalkozz, hogy nektek milyen jó együtt. És ezt ne borítsd meg, értük. Mondogasd a Nikinek azt, hogy hát azért ez talán így nem jó, meg nem tudom, te összefutsz-e azzal a fiúval. Én még vele soha nem találkoztam. Nikivel rengeteget beszélgetünk, és sokszor feljön ez a kapcsolat, és ő nagyon sajnálja, ő változhatna ezen a helyzeten. De nem tudja, hogy hogyan lehetne, mert hogy a BC az nem hajlandó rá. Figyelj, akkor egy olyan merényletet kövess el, ami szerintem kevésbé lehet ártalmas. Keresd meg a BC-t. És beszélj vele, mondd el, hogy a Nikit ez mennyire bántja. Jó, akkor hallgatok rá, és akkor megpróbálom így rendezni ezt a dolgot. Oké, majd szólj vissza, hogy sikerült, jó? Jó, bocs, ez zavart. Nem zavartál, de azt ugye tudod, hogy egy szuper pasi vagy, mert a legtöbb férfi örülne, hogyha az ex-barátot a barátnő csak fújolná, és kerülgetné nagy évből, mint sem, hogy még rendben. Hát én nem. Én is voltam ugyanebben a cipőben, én is megoldottam otthon. Azóta is jóban vagyunk a volt feleségemmel, és váltam egyébként. Tehát felesleges ezután köpködni egymást, meg fújogni egymásra. Miért nem lehet normálisan elválni? Én ezt nem értem. Na mindegy, hát nem mindenki egyforma, ugye? Hát ez tény, de nem is baj, jól van ez így, viszont én azóta is nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e valamit intézni, mert hogy hát azért nem vagyok róla meggyőződve, hogy egyáltalán bármit tenni is ebben az esetben egy jó ötlet volt. Tehát ha... Te mit gondolsz? Ha van kedved, írd meg kommentben, és nyomj rá közben a feliratkozás gombra. Itt a Maja meséiben.